Jó estét kívánok, aki velünk tartott mondjuk olyan 6 órától kezdve, már láthatta a Tordai Bence mai parlamenti fellépését, amiben a civil törvény vitájában elég furcsa módját választotta az érvelésnek. Ezt most együtt megnézzük itt velem, Lendvaidikó és Somogyi Zoltán. Jó estét kívánok. Megmutatjuk önöknek, hogy miről van szó, aztán ezekről a furcsa parlamenti eszközökről fogunk beszélgetni elsőként. Tisztelt Országgyűlés, kedves polgártársak! Az Országgyűlés előtt fekvő civil törvény módosítással és általában a Fidesz civilekkel kapcsolatos politikájával kapcsolatban a Párbeszéd a következőkre szeretném felhívni a figyelmet. Cöf. Cöf, 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 cöf. Képviselő úr, kénytelen vagyok figyelmeztetésben részesíteni, és jelzem önnek, ha még egyszer figyelmeztettem, akkor a házszabály értelmében ki kell zárnom önt a mai napi vitából. Cöf, cöf, cöf. Hát hatalmas kacajok töltöttek be a stúdiót, pedig szerintem egyikünk sem először látta. De Latolcó János azt mondta, hogy ez bohóckodás volt, és méltatlan a házhoz. Méltatlan? Bohóckodás? Ugyan már, hát ha valaki a ház tekintélyét félti, akkor nem ettől kell féltenie, hanem a pár óra alatt végigzavart törvényjavaslatoktól, a XY-októl, és így tovább. Nekem tetszik. Nem csak mint produkciót élveztem, hanem minden olyan figyelemfelhívásnak helye van, aminek köze van azért az adott témához. Tehát ami nem szimpla bohóckodás, hogy tudom én, bukfencet vesz, vagy nevetkőzik a parlament közepén, ez pedig világosan kifejezte, hogy a civil törvény módosítás a CÖF hatalmának és elosztó szerepének növeléséről szól. Az a CÖF osztja a most már kicsit nagyobb összeget is a civil szervezeteknek, aminek a vezetője a békemenet szervezője. Hát ez a világ röhelye, nem pedig az, hogy ezt szellemesen kigúnyolja a képviselő. Érdekes, mert volt egy másik hír, Gruevski volt macedón miniszterelnök hazánkba szöktetése, vagy itt tartása, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de Orbán Viktor nagy barátja, aki egyébként korrupciós ügyben a hazájában ülnie kellene. És erről meg, amit most láttunk, nekem egyszerre jutott eszembe a Monty Pythonnak egy jelenete, talán ismerik a nézők, amikor ugyanígy a korrupt miniszterelnököt megkérdezik, hogy hát be kéne számolnia, ugye az újságíró kérdező, hogy eltűnt olyan 10 000 tonna búza a minisztérium környékéről, és hát akkor tűnt el, amikor ő ott a környékén volt, és azt mondja a stúdióban, hogy hát ez annyira egyszerű, annyira világos, hogy ezt többféle nyelven is el tudom mondani, normál emberi nyelven is, meg az állatok nyelvén, mondjuk a kutyák nyelvén. Melyik nyelven mondja? Hát mondja valahogy, jó, hát az történt, hogy beérkezett a búza a stúdióba, és akkor wow, és ott volt a helyén. Tehát, hogy körülbelül ezt láttam a CÖF-ben, hogy ugyanez a Monty Python jelenet visszaköszön, és ez az ország, ez most ilyen állapotban van, hogy körülbelül ezen a Monty Python nyelven, ha beszélnek az ellenzéki politikusok, akkor lehet a leghangosabban meghallani őket. Teljesen adekvát volt ezek szerint. Egy picit azért copyright gyanús az ötlet, a két farkú kutya párt kotkodácsolós köztévés produkciója volt az első, igen, de... Szóval közben azon gondolom, hogy egy picit próbáljunk elvonatkoztatni a saját tudásrendszerünktől egy átlag választó, ezeket az árnyalatokat valójában ugyanúgy érzi neki, ugyanúgy rámutat ezekre a visszásságokra egy ilyen felszólalás? Vagy lehet, hogy ő tényleg komolyan veszi azt, hogy hülyét csinálnak a tisztelt házból az ellenzékiek? Hát akkor nem sok parlamenti közvetítést, ami nincs, tehát nem sok parlamenti tudósítás nézett az a föltételezett néző. Mondjuk azt, hogy nem sokat néznek azért.
Tehát az átlag ember nem hiszem, hogy az átlag ember nem hiszem. Semmit nem hallott volna ebből, hogyha nem ez a felszólalás. Ha így van, és így legalább van remény arra, hogy megtudakolja, vagy utána néz, hogy milyen törvényről van szó, és 3 percig gondolkodik azon, hogy miért vált magában a felszólalás nélkül is cirkusszá a parlament. Engem mondjuk, megmondom őszintén, de hát ez teljesen a magánízlésem, engem zavar, hogy ilyen minőségű lett a politika, mert a politikát valahol a magam részéről egy komoly dolognak tartom. Nyilván bizonyos szempontból a nyilvánosság felé meg kell tanulni szólni, és ott akkor egyszerűen kell beszélni, meg vicceket lehet alkalmazni, de hát azért nagyon komoly dologról, konkrétan az életünkről döntenek a politikusok. Lásd társadalmi riport, ahol lehet tudni, hogy az egészségügy olyan állapotban, hogy konkrétan meghalnak az emberek már a magyar egészségügyben, tehát hogy ez egy komoly dolog lenne, de amikor az egyik oldalon valaki első világháborús emlékművet koszorúzhat meg úgy, hogy egy rövid nadrágban, meg egy póló, majd téni nadrágban, egy pólóban áll ott előtte, mert ő csak a kormány képviseli. De mondd el, kiről van. Akkor... Ezt nézzék meg, ezt német Szilárd. De a személy gyakorlatilag ilyen szempontból lényegtelen. Itt tart a magyar politika, ezen a színvonalon van a magyar politika. Hogyan lehet ehhez hozzászólni? Ráadásul a kormány mindent megtesz, hogy az ellenzéket ellehetetlenítse, nem teremt fórumot neki, alapvető dolgokat nem enged meg, például a politikai vitát. Akkor milyen választ lehet más tenni? Akkor az ellenzék hibásna, hogyha ő is asszisztálna ahhoz, hogy higgyétek el, ez egy komoly politika. Mert nem komoly politika, és éppen ezt helyezi ki ezekkel. Mondjuk azt, hogy Bangóné Borbély Ildikón meg kettétépi a nemzeti konzultációt, az ugyan ez az eszköztár? Azt hiszem, igen, csak az egy haragosabb fajtája a dolognak. Az egy klasszikus, nekem klasszikusabb. Tehát az egy haragosabb, keményebb felszólalás, ami azt mondja, hogy elköltik erre a pénzünket, erre a szemétre, és összetépi. Ez egy ellenzéki megmozdulás. Én ebből... Hagyományosabb. Igen, az előbb azt mondtam, hogy sajnálom, hogy elkomolytalanodik a politika az ilyen típusú keménységből, viszont hiányérzetem van. Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy az elkomolytalanodik tól indultunk, de az eldurvul, az is nagyon ott van. És az ellenzéki oldalon is ott van, majd jön Vadai Ágnes, és neki is majd felolvasom a Gyurcsány Ferenc erre az egész macedón története, hogy reagált, és az első mondata a Facebook posztjának az az volt, hogy ezek a nyomorult bűnözők átjáróházat csináltak a hazánkból, mondta ezt ugye a kormánypárti döntéshozókra, és pont egy hete meg mondjuk Puzsér Róbert, hát hogy mondjam, képernyőképesnek, bajszos ürüléknek nevezte Áder Jánost egy CEUS tüntetésen, ami ugye egyébként egy diák utcai szlengből vett át. Most itt a szolidaritásunkat talán meg ki is fejezhetjük, mert már bocsánat, mert nem hozott a kérdés, csak ugye rögtön az, hát a CEU alapján eszembe jutott a saját egyetemem, ahol éppen doktorandusként végzek, hogy az ELTE társadalomtudományi kar, ahol éppen ma egész nap az egyetemisták tüntettek, joggal egyébként, meg a tanárok, meg átment hozzájuk a Corvinus és a CEU is, tehát itt egy olyan felfordulás volt. A média úgy tudósított róla, hogy egy szakról, a gender szakról van szó, de nem erről volt szó, hanem arról a tanszabadságról van szó. Arról van szó, hogy nem lehet az, hogy nem szabad megengedni, hogy a kormány leszóljon a független egyetemekre. Tudjuk mennyire független, de hogy egyáltalán elvegye azt a szabadságot, hogy az egyetemek maguk dönthessenek karok, szakok és egyebek alapításáról, és amikor valaki azt a kódot bemondja, hogy bűnözők, akkor lehet, hogy egy valaki erre gondol, más arra. Én például arra gondolok, hogy amikor a kormány ilyen mértékben megszállja az egyetemi világot, akkor nekem sincs más eszközöm, mint a düh, hogy visszaszólják, és nagyon sokan vannak nyilván a saját területükön megérzik, hogy működik akkor ez a kormány. Belefér? Tehát nekem az egyik igen, a másik nem. Nyilván nehéz meghúzni a határt a durvasság és a szenvedély között. Én ürüléknek embert nem neveznék, igen. Értem az okát, mondjuk nekem az egy kicsit sok, de nem ezt tartom a legfelháborítóbbnak, hanem nekem az alapügyet. A másikat, hogy átjáróházzá, méghozzá bűnözők átjáróházává tették az országot, azt bármikor mondanám, mert így van. Hát emlékezzünk arra, hogy itt nálunk mindenki megúszza. A baltásgyilkost pénzért, korrupcióért, Isten tudja miért kiadják, a másikat befogadják. Hát ez tényleg... a bűnözők mennyországává teszi lassan az országot. Kérdés, hogy mit reagál a kormányzat, vagy mit reagál az igazságszolgáltatás erre az ügyre, mert ha itt tényleg menedékjogot kap a volt macedón miniszterelnök, akkor teljesen megállja a helyét ez a megállapítás, mert hogy az ő esetében ténylegesen
nagyon erőteljesen valószínűsíthetően egy bűnözőről beszélünk, még akkor is, ha a politikai kommunikáció simán mondhatja azt, hogy Soros György, Soros György miatt küldözik ide. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon érdekes, hogy a miniszterelnökség kiadott egy nagyon visszafogott közleményt, ahol azzal fejezték be, hogy ennek a kérelemnek az elbírálását tisztán jogi ügynek tekintik, a nemzetközi normák szerint fognak eljárni, és akkor megszólalt Hídvégi, és utána megszólalt Hídvégi Balázs, aki viszont elkezdett Sorosról. Tehát itt van egy igen. A minisztérium nem mondhatja, hogy milyen elbírálás lesz, mert az már tényleg annyira átlátszó lenne, most megmondaná, hogy mi lesz. És a kormánytag nem mond beszélt arról, hogy mi lesz ennek az eljárásnak a vége. Na de olyat nem lehet bevállalni, hogy ezek mondhatja. Után megadják de, a menekült. De hát, hogy ráhúzzák azt, hogy Soros György üldözöttje, és minden meg. Tehát ez a Soros György kód, meg ezek a nagyon egyszerű kódok pont, hogy nagyon jó mindenre rá, minden. Amilyen politikai döntést akarok hozni, arra ráirányítom a kódomat. Az a kód, hogy Soros György üldözte, akkor az fontosabb, itt tartjuk őt. De hát miért, ami a tisztán jogi eljárást illeti, nem akarom az egész sztorit ide keverni, de ahol az Eliosz ügyet bűncselekmény hiányában zárják le, ott már minden elképzelhető, azt nem tudom, hogy meddig jogot adnak ennek a jó embernek, de azt mondjuk nem akarnék jósolni, simán elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk a szökését lehetővé teszik, tehát valahogy segítenek megúszni neki. Nyilvánvalóan a korrupciós haver az belefér az Orbánék által tolerálható és védhető kategóriába. És belefér a Fidesz szimpatizánsok, szavazók által védhető kategóriába? Hát ezért nem... Soroshoznak, ezért hogy férjen bele. Tehát, hogyha az az ideológia, hogy a baloldallal szemben, Sorossal szemben, a nem tudom én, a régi világgal szemben, az elmúlt 8 évvel szemben, nem tudom már mikor volt, de hogy az ezzel szemben történő fellépés, az mindenre alapot teremthet. Ha azt elmondják egymás között például, hogy hát a régiek annyit loptak, nekünk is meg kell teremteni az egyenlőséget ezen a területen, akkor még erkölcsileg pozitívan is jöhet ki valaki abból, hogy elmagyarázza, hogy ezeket a mindennapi tolvajlásokat. Na most egy picit elkalandoztunk itt a Macedónia irányába, de térjünk vissza oda, ahonnan indultunk, mert hogy ennek az új eszközök használatának a végén most van egy tényleg nagyon új eszköz, amit az ellenzék most elkezdhet használni, ami az előválasztás. Erről most sokat fogunk még az adásban beszélni, úgyhogy szerintem nem menjünk bele így a pártok szintje, hogy éppen ma ki mit reagált, hanem általában próbáljuk a pro meg a kontra érveket elmondani, hogyha mind a kettőből tudunk összeszedni. Nálam több a pro érv, mint a kontra. Ismerem a kontra érveket, és majd ha akarod felsorolni, de tudjuk mindnyájan itt a meghekkelés lehetőségétől kezdve. Legfőbb pro érvnek nem is azt a nagyon magasztos gondolatot mondanám, hogy hát kérdezzük meg a választókat, az a legszélesebb közvéleménykutatás, hanem az, hogy a közéleti apátiába süllyedt országban minden eszköz jó, ami egy fontos dologra fölhívja a figyelmet. Ennyiben az összefügg az előző parlamenti fellépésekkel is. Az előválasztás az, hogy most beszélünk róla, hogy már ötször beszéltek róla, hogy amikor sor kerül rá, nyilván kap egy médiát, az segít fölhívni a figyelmet az önkormányzati választások tétjére. Ezért nekem a mérleg arra billen rá, hogy próbáljuk meg. Akkor is, hogyha ez a belső vitákat hozza fel, és nem a programok vitája hát lesz, a belső viták, ahogy én láttam, az irodai egyeztetésekben sem maradtak rejtve. A belső viták, sőt, elhúzódtak akkor már a finishig is. Ez egy eszköz, nem csodaszer, egy eszköz. Szerintem érdemes megpróbálni, már csak a figyelemfelhívási előben vitett okból is. Hát én azért annyit hozzátennék ehhez, hogy... Talán a logikáját érdemes egy kicsit jobban megnézni, hiszen a következő választás ez nem egy önkormányzati választás, ez az európai parlamenti választás, ahol a pártok külön fognak indulni, külön listát állítanak, és egymással szemben fognak politizálni. Tehát ez a közeg biztos, hogy nem kedvez annak a nagy egymásra a borulásnak, hogy fú, milyen jó, most akkor megvan a jelöltünk. A másik, hogy az mindig hátrány volt, mérhető hátrány volt közelműködtársokban, hogyha valamit, ami egy eszköz, a nyilvánság előtt akarják megvitatni a pártok, hogy azt hogyan használják. Az eszköz arra van, hogy jelentségben is használják, nem az, hogy a nyilvánság előtt erről vitatkoznak. A harmadik, hogy hát azért azon is érdemes elgondolkozni, hogy tényleg mi fontos, tehát hogy mit akar az ellenzék. Budapesti főpolgármesterséget nyerni, meg lehet egyébként nyerni, van rá esély, hiszen Bokros Lajos majdnem nyert, ami óriási meglepetés volt 4 évvel ezelőtt, vagy kicsit, igen, 4 évvel ezelőtt. Hanem utolsó percbe kezdődött, igen, lehetett volna. De
De hát azért a fővárosi közgyűlés azokból a polgármester, kerületi polgármesterekből áll össze, ahol sorban az ellenzék egy jó politikával akár kerületeket nyerhetne, és ha a többséget tudna szerezni itt a testületben, ahol ugye lélekszámúi többséget is lehet szerezni, tehát egy 14. kerületi polgármester sokkal több szavazattal rendelkezik, mint mondjuk egy 5. kerületi polgármester. Ha ezt meg tudják szerezni, akkor nagyon sok mindent tudnak Budapesten megteremteni, blokkolni, politizálni, képviselni, és mindenképpen folyamatosan tarlósnak egyeztetnie kellene velük, de a fókusz nem ezeken a helyi polgármesterjelölteken van, hanem az egy főpolgármester választáson, ami azért önmagában szerintem kevés erre fókuszálni, és akkor még egy mondat, hogy az is jellemző, hogy mennyire Budapest fókuszú a dolog, általában az ellenzéki politika Budapest fókuszú, nem kerül ki vidékre, az ország szerte nem látható az ellenzéki politika, és ez például egy ilyen előválasztáson megint csak látható, hogy miről beszélgetnek, a főpolgármester választásról nem szélesítik a kört, hogy mi mindennért kéne, mi mindent kellene megbeszélni közösen, és mi mindenért kéne közösen megharcolni. Szerintem nem tilos, bocsánat, hogy a szavába vágtam, nem tilos arról is beszélni, hogy mi van vidéken, ugyanakkor a főpolgármester jelölt és az ő ilyen-olyan eszközökkel történő kampánya, az általában az önkormányzati kampány mozdonyának nevezhető. Tehát egy kerületben is hat, hogyha ő elkezd érdeklődni az ellenzék esélyei és figurái iránt, gondolom én. Nem lehetség. Egyébként ez egy jó kérdés, mert hogy időről időre mindig a baloldalon felmerül, hogy onnan kéne újraépíteni a baloldali politikát, ahol helyben még jól beágyazott, és ez néhány kerület, meg néhány vidéki város, és valahogy mégsem működik. És mintha ezek a városvezetők, kerületvezetők nem is nagyon ambicionálnák azt, hogy ők az országos pártpolitikába beszálljanak. Ugye, van most egy ilyen érdekes ügy, hogy a Szegeden Botka Lászlóval szemben olyan mértékű kormánypárti, kormányzati igen, média támadás van Lázár János vezetésével, megmutatja egész jól a két politikai tábort. Az egyik politikai tábor beleáll, keménykedik, összeáll, együtt támadja Botkát, a másik tábor meg csöndben van. Hát én nem értem, hogy milyen politikai közösség az, amelyik nem próbálja megvédeni a saját polgármestereit, és most a Botka csak egy példa, de hát mondhatnék több ilyet. Hogy, de ez az ügy arra is jó példa, hogy aki kicsit kidugja a fejét, azt nagyon könnyű levadászni, hát, és lehet, hogy kellene, ezért nem. Mert közösségként kellene fellépni. Hát én szerintem föl is lépünk, vagy léptünk, vagy föl is fogunk lépni, ezt most általában mondanám a demokratikus ellenzékre, mert szerintem se pártügy. Érdekes a Botka ügy előzményeként megfigyelni a Gémesi ügyet, akit más módon nyírnak ki. Botkát meg egészen nyilvánvalóan lufi ügyekkel, nem, tehát nagyszagú dolgokkal. Ceglédi Csaba ügye, aki egy párt, szocialista igen, politikus volt, akinek az jön ki az ügyében, hogy túl sok könyvet tart a fogdában, valamit hogy a párnáját rossz helyre teszi, és 3 napos szakát nevesz. Most ez, ebben azért fél mondjuk az ellenzéki politikai közösség megszólalni, mert azt mondja, hogy ne keverjék össze esetlegesen őt bűnözőkkel, vagy azért, és most nem tudom, ugye, mert prejudikálnak bármit is, mert az ő ügye még sehol nem tart, vagy azért nem akar, mert azt gondolja, hogy egy politikusunkkal kevesebb, akkor nagyobb esélyünk van nekünk följebb menni, mert ez a szolidaritás, ez a fajta közösségi... Elég komoly probléma lesz. Ez a közösségi... Hát jó, de ezt hiányolom az ellenzéki oldalról, ezt a fajta közösségi létet, ezt a fajta akár fajta katonai gondolkodás, hogy mi egy csapat vagyunk, és megküzdünk egymást, és valaki bajban van, igen, azért kiállunk. Ebben igazad van, én azt hittem, hogy kiálltunk, de ezek szerintem elég hangosan, ezt folytatni kell. Botka ügyben, aminek viszont az aktualitása most van, viszont mondanám, muszáj idéznem még, azt a legarcátlanabb fideszes mondatot, amiben azt meri állítani a maffia állam egyik képviselője, hogy Szeged városát egy maffia vezeti. Igen, van olyan hely, amit maffia vezet, úgy hívják, hogy Magyarország. Ezért is kell szolidárisnak lenni az alaptalanul támadottakkal. Én azt gondolom, hogy a politikába belefér, hogy az egyik politikus a másikról ilyen keményeket mond, csak hol van a másik oldal? Tehát, hogy nem. Na, például az egyik évek szereplő óta ilyen kömények között politizál az ellenzék. Már itt van a kamerák mögött, Kuhalmi Ágnes, nagyon figyeltem a beszélgetésünket, úgyhogy majd vele folytatjuk. Köszönöm szépen.